Kellemes napot kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit az űrkutatás napja 2022-es évében, ami a nemzetközi űrkutatás és a World Space világnak az ünnepi alkalma Magyarországon. Minden évben, valamikor itt októberben szoktuk megtartani. Most az a megtiszteltetés ért minket, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság adta a helyszínt a rendezvényünknek, úgyhogy ezt ezúton is köszönjük. És én, nekem már csak annyi a tisztem, elég, hogy bemutatkozzam, Kovács Kálmán vagyok, a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke, és mint a rendezvénynek a szervező csapatának a vezetője, és már csak egy dolgom van, hogy felkonferáljam a következő másfél-két óra, esetleg lehet, hogy három is lesz belőle, három óra programjából az első tisztelt vendégünket, Ferenc Orsolyát, miniszteri biztost, aki a magyar űrkutatásért és az űrkutatás nemzetközi programjaiban való részvételért felel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy, és köszönöm szépen az NMHH-nak különösen azt, hogy felkarolta a Magyar Asztronautikai Társasággal közösen ezt a rendezvényt. És akkor gyorsan, hogy ne raboljam senkinek az idejét, hiszen számos előadás vár még ránk, feladatomnak megfelelően igyekszem egy gyors áttekintést adni arról, hogy az elmúlt 4 év alatt hová jutott el a terület a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a koordinációjában, beleértve azt, hogy ebben az új kormányzati ciklusban szintén a KKM felel a területért. Magyarország kormánya 2018-ban helyezte ennek a területnek a felügyeletét a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, és ennek a logikája az volt, és a mai napig úgy tűnik, hogy ez egy működő elképzelés, hogy a nemzetközi térben, a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztésével tudjuk a legjobban katalizálni a magyar űrtevékenységet. Az Európai Űrügynökségben szintén a delegációnak a vezetője vagyok, illetve az általános űrpolitikáért és űrtevékenységért felelős főosztály is a Külgazdaság és Külügyminisztériumban van. Ami nagyon fontos vívmány az elmúlt 4 évből, és az egyik legfontosabb sarokkő, az, hogy sikerült a 2021-ben véglegesíteni, és a kormány elfogadta Magyarország űrstratégiáját. Egy másik területhez, vagy általában a high-tech iparhoz, vagy az innovációs stratégiákhoz kapcsolódóan egy alfejezetként, hanem önállóan az űrtevékenységre fókuszáltan önálló stratégiaként. Ez nagyon fontos, mert ez annak a deklarációja is, hogy ez a terület kulcskérdés a 21. századi gazdaságban és tudományban egyaránt, sőt tovább menve a biztonságpolitikában is. Ennek megfelelően a feladatunk az, hogy a nemzetgazdaság egészét illetően megtaláljuk és feltárjuk a növekedést ösztönző lehetőségeket, erősítsük tovább a nemzetközi kapcsolatrendszert, aminek bilaterális és multilaterális ágazatai vannak. A multilaterálist könnyebb áttekinteni, hiszen az Európai Űrügynökség, az Európai Unió, a NATO, az ENSZ, ezek a legfontosabb fórumok, illetve alrendszerekben is előre tudtunk lépni. Létrehoztuk magyar kezdeményezésre a V4-eknek az űregyüttműködését. Hasonló kezdeményezés indult el a türk tanácsországai között is, amelyekben Magyarország egyébként observerként, megfigyelőként jelent van, tehát nyitjuk a lehetőségeket, de a bilaterális kapcsolati hálót is erősíteni kell, és ebben 16 külön bilaterális megállapodást kötöttünk az elmúlt években. A stratégia pedig egy összhangban van az Európai Ügynökség és az Európai Unió ide vonatkozó stratégiáival. Megjelöltünk az űrstratégiában úgymond kitörési pontokat, vagy zászlóshajó programokat, nyilvánvalóan annak megfelelően, hogy hol láttuk azokat a lehetőségeket, ahol Magyarország már most is rendelkezik kapacitása. Az egyik ilyen az a Hungarian to Orbit, tehát Hunor program, ennek részleteiről majd lesz a nap során szó. Eddig azt tudom jelenteni, de majd az előadásban nem akarom lelőni az előadónak a poénjait, de nagyon-nagyon ígéretes és nagyon jó a szakmai együttműködés, mind a műszaki tartalom, mind az orvosi és a kiválasztási program végrehajtása tekintetében.
2020-ban alakult meg a Kárpátia Szalt, ez az önálló műhold programnak az egyik fontos lépése volt. Szeretnénk, ha Magyarországnak a műholdas képességeit erősíteni tudnánk a jövőben. Azt látjuk, hogy itt van az ideje, hogy ahhoz a több mint 80 országhoz zárkozzon fel Magyarország is, akik már rendelkeznek távközlési és távérzékelési műholdas képességekkel. Ennek megfelelően a földi képességekben is szükségünk van arra, hogy megerősödjünk itt. Köszönöm itt is az NMHH-nak a szakmai partnerségét és együttműködését. Nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy folyamatosan ezekben a programokban a szakmai támogatást biztosítják. A földi tesztelő környezet fejlesztésében pedig számtalan olyan lehetőségünk van már most is, aminek igazából a koordinációja a legfontosabb. Tehát például az LKH, az 5-ös Loránd kutatóhálózatnak a képességeit szeretnénk minél jobban kihasználni ebben az irányban is. A kutató űrhajós missziónál azt látjuk, hogy az Európai űrügynökséggel közösen zajlik a válogatás, tehát az Európai űrügynökség bekapcsolódott a magyar űrhajós program sikerrevitelébe, tehát az amerikai és az európai partnerekkel való együttműködésben már most is nagyon sok olyan képességfejlődésen mentünk keresztül az elmúlt egy évben, ami hozzáadott értékében a magyar meglévő képességekhez. Az űripar tekintetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen és a Magyar Asztronautikai Társaság gondozásában évről évre megújulóan felülvizsgálva kiadjuk az úgynevezett űrkörképet, tehát azokat a cégeket katalogizálva, akik már most valamilyen szinten kapcsolódnak vagy kapcsolódhatnak az űriparhoz, illetve létrejött az MKIK-ban a Védelemipar és űrtechnológiai kollégium. Továbbra is egy nagyon fontos zászlóshajója ennek a vállalati szektornak a Hunspace Cluster, ahol nagyon aktív munka folyik, illetve a Space Terminál gondolata is megvalósításra került, elindult ez a Design Terminál és az Európai Ügynökség együttműködésében a business inkubáció, technológia transfer és egyéb ilyen európai ügynökséggel által is támogatott aktivitások vannak csoportosítva. A Unispace program az egy igazi sikersztoriként kezd körvonalazódni. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 17 magyar egyetem állt össze egy konzorciumba, hogy segítse az űrszektor utánpótlását egy 3,5 éves szakirányú továbbképzésben, tehát nem önálló végzettséget ad, hanem egy végzettséghez ad egy szakirányú továbbképzést, és amit felismertünk, és azt gondolom, hogy ebben is a világon eddig elég egyedülállóan tágra nyitottuk a kaput, az, hogy ez nem egy egyszerű műszaki, mérnöki, természettudományi vagy űrélettani kérdés, hanem ez egy komplett ökoszisztéma, aminek vannak tudományos, természettudományos mérnöki ágai is, de vannak közgazdasági, jogi, politikai, diplomáciai vagy védelem politikai kérdései is. Tehát azt szeretnénk, hogy az érdeklődők megkaphassák ebben a teljes körű ismeretanyagot. Ezt, ahogy említettem, a bilaterális kapcsolati hálónkat az évről évre sűrűbb ez a rendszer, részben cégekkel, mint például a Thales Alenia Space, vagy az Axiom Space, vagy a Virgin Galactic, részben űrügynökségekkel, részben kormányokkal, minisztériumokkal kötjük ezeket az együttműködéseket, hogy a magyar szereplők számára biztosítsunk minél több lehetőséget. Az Európai űrügynökségnél pedig megnégyszereztük a befizetéseinket az elmúlt években, és a feladat itt az, hogy még tovább tudjuk növelni az úgynevezett geo-return arányt, ami egyébként ígéretesen növekszik, tehát azt tudom mondani, hogy a magyar szereplők egyre jobban tudnak élni a számukra biztosított lehetőségekkel. A Magyarország és az Európai Unió űrprogramja között számos kapcsolódási pont van. Itt ugye a fő programjai vannak felsorolva az Európai Uniónak. Thierry Breton biztos személyében egy nagyon agilis és a szakma iránt elkötelezett képviselője van a területnek az Európai Bizottságban, és az Európai Unió felismerte azt, és ennek ebben a költségvetési ciklusban hangot is ad, hogy az európai országok közösségének autonómiára, önálló mozgástérre van szüksége a világűrt illetően ahhoz, hogy a világpolitikában az uniós országok a maguk kellő súlyával tudjanak megjelenni. Magyarul szükséges fejlesztenünk az Európai Unió képességeit a rakéta programtól elkezdve a műholdas kommunikációs programokon keresztül az összes aspektus tekintve, és itt is azt tudom mondani, hogy Magyarországra számítanak a partnerországok és az Európai Unió, tehát kifejezetten fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unióban a Magyarország szerepet vállal és szerepet vállalhat az űrprogramnak a megvalósításában. Nem szeretném semmiképpen rabolni az időt, minden esetre annyit szeretnék mondani az elkövetkező előttünk álló évekre nézve,
hogy továbbra is nagyon komolyan és felismerve azt, hogy ez a terület egy sarokpontja lesz az emberiség gazdasági és társadalompolitikai kérdéseinek, Magyarország szeretné minél artikuláltabban képviselni az érdekeit, és annak, azoknak a közösségeknek az érdekeit, amelyeknek teljes jogú tagja, tehát még egyszer a NATO, az Európai Unió és az Európai Ürügynökség tagállamaként ezekkel a programokkal kívánjuk a kapcsolatainkat tovább szorosítani és mélyíteni. Nagyon szépen köszönöm, és további kellemes konferenciát kívánok. Köszönöm szépen!